Tehát ha valaki 5 napot túlél, akkor fejlődik. Hát igen, az a probléma. Várjál, egy ásót azt el összevegyél magadhoz. Ásót, te hülye, úgy. Igen, metró alagútban játszódik a játék, srácok. Legalább milyen kellemesen gitározik a fiatalember. Miker, örülök, hogy tetszik a játék. Hát az a célja ezeknek a kis indie streameknek, na bazzeg, egy kaja kell. Hogy ilyen gyöngyszemeket megmutassak nektek, amiket esetleg így magatoktól nem találnátok meg, vagy hasonló. Na jó, ezt a gombát le kell szedni, hogy tudjak hozni még embert. Jó, te ezt itt szedjed, ha haldokol, szóljál. És akkor Lajossal hozatunk megint embereket. Menjél! Azaz. Mondjuk a progressziót nem annyira látom. Már hogyha így gyakrabban jönnének ezek a fejlesztések, akkor azt mondanám, hogy oké, de... Mit tudsz csinálni? Ja, hogy itt a köveket tudod szétütni. Na, ott megint ilyen mutáns fészek van bal oldalon. Igen, azt így nem kéne. Nesze, ezeket a játékokat te vadászod, vagy fejlesztők keresnek meg? Nem, általában én vadászom őket. Mi az, ami tetszhet nektek? Persze szoktam kapni ilyen körlevelet, tudjátok, így fejlesztőktől, hogy megjelent a kis játékunk, de az ritkán van, hogy az így annyira jó, hogy... Hana. Ja, hogy az a piros ember, az sérült, Envíz. Aha. És akkor őt át kéne vigyem. Na várjatok, mert jön a köd. Gyere, és nem emberkedünk. Ja, hogy őt át kéne vigyem a hordóhoz. Aha. Aha. Akkor gyere, meggyógyítlak, mert te már ilyen experienciált vagy. Csak pont most fognak támadni. Azt mondta a chat, hogy gyógyítsalak meg. Gyere. Itt érezzed jobban magad. Az még mindig piros. Aha! Jó, gondoltam, hogy jönnek a mutánsok. Még egy kicsit mindig piros. Na, mind a két oldalról jönnek. Király! Úgy meghalunk, mint a büdös szar. Jó. Ügyes voltál. Na várjatok, mert a másik oldalt is baj van. Igen, el is pusztult egy fal. Probléma van. Bal oldalt is elpusztult egy fal, király. Jó, mehetünk megint vissza. Nagyon jó. Jó, értem, értem, szaladok. Jó, ezt is meg lett oldva, meg lett oldva. Nagyon jó. Ezt építsed föl. Gyere velem! Bazeg. Jól ide-oda kezd, a stratégiailag egyébként tényleg nem egyszerű a játék. Gyere te is. Gyere már. Jó, megjöttek az emberek. Azt gyújtsd be. Azt építs föl. Azt gyújtsd be. Úgy. Gyere, begyűjtjük az újakat. Egy darab új ember? Komoly, ezért fizettem. Te gyere velem. Te legyél ilyen technikus jellegű. Ja nem az, ez. Úgy. Huge wave coming from the left. Aha, nagyon jó. Nagyon jó, hogy huge wave. Nagyon örülök. Srácok, akkor itt meló van. Márjá, hozom a többieket. Mennyi időm van ilyenkor? Huge wave. Át kéne hozni az összes többi embert is. Jó, ma másik oldalig nem érek el. Gyere, Pavelinho. Ó, bazd meg. Ráadásul a hátsó fal is sérült. Gyere, Pavelinho. Nagyon jó. Gyerünk, fiúk! Ha kell, itt halunk meg. De kiálljuk a próbát. We can handle it, ne aggódjál. Itt van meg Mikhail, ő már bronz kitüntetéses.
csak este jönnek? Hát nem tudom. Mi vagyok én? Honnan tudjam? Na jó, ezt akkor addig építsétek meg. I'm scared. Nem kell félni, semmi baj. Mindent megoldunk, semmi baj. Abszolút nem kell félni. Hát addig menj rá a kajára. Te nem is tudsz kaját szedni, mi? Akkor addig építsd meg ezt. Lehet, hogy este jönnek csak, nem tudom. Egy Stanislav épít. Kész vagytok már, fiú? Bazzeg! Jó, nagyon jó volt, Sanyi. Stanislav Sanyi. Gyerünk, fiúk, gyerünk. Gyerünk, mert mindjárt jönnek. Azaz. Már spórold el azt a lécet. Gyertek. Jó. Azt kapcsold be. Gyógyulja. Mindenki jól van? Egészség, betegség, Pfizer. Minden megvan? Nagyon jó. Na. Itt fogjuk kiállni a sarat. A próbát. Ez lesz életünk nagy csatája. Ha a gyűrűk urába meg tudták nyerni a ízészúrdokba, akkor itt is mi is ezt meg tudjuk nyerni. These boys don't look very reliable. Anyádat, melyik közkatona, közlegény, ne fikázza az építést, jó? Itt ki fogjuk állni a sarat. Ne röhögje, ez egy mondás. A Helmszurdok ehhez képest lófasz volt. Ne, ez a kétség, nem tetszik ez a sok kétség, közlegény. Itt vagyok a sotimmal, nálatok meg van ásó. Nem értem a problémát. És itt van velünk Stanislav, aki majd javítja a falat, még ütik. Az a 300 volt a görögökkel? Igen, én is úgy hallottam, hogy a Helmszurdokba a spártaiak küzdöttek. Illetve nem a görögök. Nektek melyik a kedvenc részetek a gyűrűk urában? Nekem is ez, amikor Frodo 300 spártaival az oldalán. Az a kedvenc részem a gyűrűk urában. És akkor mondja Frodo, hogy this is középfölde. Hát én is szeretem azt a részt. Jönnek a patkányok. Azt, haló? Patkányok? Ez gond? Kérdőjel? Na majd Lajos elüti őket a... Ez ugye, ajaj, na... Nem kell beszarni, lőjetek! Én nem szereli a falat. Stanislav Sanyi. Azaz, üssed a falat, azaz. Nagyon jó. Esélyük nincs, fiú. Üssétek őket! Ez az. Sanyi, szereld a falat. Úgy. Stanyi, pontosabban. Hű, az ilyen robbanós volt. Nézd meg, annak pajzsa is volt. Hát eszközt használnak a vakon mutánsok. Hí! Futi, fiúk! Futi! Semmi gond. Hase. Itt nem jöhetsz át. Ez gond, fiúk, ez gond. Hí! Nyugi, itt már tuti nem jönnek át. Szerelj és annyi. Az meg még mindig jönnek? Még mindig azt mondja, hogy jönnek. Eddig jöttök? Hát itt pirosan még vinyog. Vagy most már vége van? Hát honnan tudjam? Szereljetek, baszki, szereljetek! A spártaiak meg a görögök egy és ugyanaz, mester. Hát mondjuk ez történelmi érettségén én nem kockáztatnám meg ezt a kijelentést, de ahogy érzed. Nem azt mondtam, hogy a spártaiak nem görögök, de hogy egy és ugyanaz az a kijelentés így ebben a formában nem állja meg a helyét. Bár tulajdonképpen ugye nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar alapon tulajdonképp igazad van. Aha, hát csak meghalt mindenki. Assza? Jó, adjál egy tramplit. Hát némi veszteséggel, de... This is évismétlés. Igen, a magyarok meg hunok. Tulajdonképpen igen. Na jó, nos, páran azt hihetnék, hogy most szarban vagyunk. És igazuk is lenne.
tulajdonképpen. Jó, ilyen szerviz úriemberre most nincs szükség, tehát őt gyorsan át kéne kasztolni. Híleljetek? This is Kamala, de Stanislav Sankó túlélte, igen. Fogarasi úr, köszi a 3 hónapod. Igen, vörös a bácsi csöppet, de nem tudom, meddig kell hílelni, mert folyamatosan hílelődnek. Most gyorsan le kell venni a kasztjukat. Vladislav, nagyon jó. Jó, akkor egyet meghagyunk. Egyet így meghagyunk. Ketten menjetek szakmázni. Gyorsan egy OK-i és ásó képzést végezzetek el, ez az. Na, és akkor gombázni kéne veszettő fiaim. Hase. Hát te beállhatsz ide tulajdonképpen. Egyelőre. Jó, gyertek. Hare. Csak PC-re van-e a game? Ez egy jó kérdés, nem tudom, hogy van-e Switch-re vagy ilyesmi. Az a baj, hogy nem kutat most senki. Hát ezt a falat itt meg kéne építeni, igencsak. Igen, a bal oldal elfogyott teljesen. Nintendo-ra van. Jaj, bocsánat, itt 2 embert kellett volna erre ráküldeni. Hase. Építsetek, tetyáim, építsetek. PC, Mac és Switch, köszi. A játékban ki kell szabadulni, vagy csak simán túlélni? Hát a játék neve az, hogy Until We Die. Ezek alapján nem hiszem, hogy ki kell szabadulni. Bár lehet, hogy biztos, hogy van valami vége, gondolom. Hase. Hana. Nem ingyenes a game, de már beírták neked, Andris, többször, hogy 14 euró. De köszönöm szépen, Megmester, és mindenkinek egyébként köszönöm, aki válaszol másoknak kérdésekre, mert akkor nem nekem kell. Mármint, hogy ez nyilván ilyen evidens lehet, de egy jó közösségnek azért fontos része, hogy ne csak tőlem kérdezzetek, hanem egymással is kommunikáljatok. Hogyha tudjátok, hogy engem idegesít, hogy valamit megkérdeznek 60-szor, akkor segítsetek és válaszoljatok helyettem, és akkor megosztjuk a terheket. Szóval köszönöm szépen, Megmester, hogy válaszoltál Andrisnak. Ez is egy ugyanolyan stratégiai menedzsment játék, igen, mint az Oxygen Not Included például, ezt hozta fel valaki példának, csak nyilván ez kicsit kevésbé tűnik összetettnek, meg nyilván teljesen más nézet, de nyilván itt menedzselni kell az erőforrásainkat. Jó, akkor ez itt megvan. Hát most beállíthatnék ide egy gyereket, több mint a semmi alapon. Ott legyen. Kéne egy UI, ahol azt látom, hogy melyik oldalon hány emberem van. Az még hasznos lenne. Ezzel a generátorral amúgy nem tudok mit csinálni, bár valószínűleg munkanélkülit kéne oda küldenem hozzá. Nem. Akkor nem tudom. Jaj, most mind a ketten lemelósítlanítottátok magatokat? Igen, nem ezt akartam. Honnan töltöttem le a videójátékot? A Steam nevű applikációval töltöttem le a videójátékot. Az a baj, hogy így elfogytak az ötleteim, meg elfogytak a nyersanyagok. Srácok, szedjétek! Fiú, kicsit temposabban verjétek a törmeléknek. A gombákat kéne elérnem, hogy legyen kaja és tudjunk rendelni embert. Csak jön a köd. Meg itt a legyek. A gyilkos legyek búgnak a fülembe. De így olyan, mintha fegyverrel lőném a saját katonáimat, hogy dolgozzanak. Srácok, ennyire nem tartott sok ideig szétszedni azt a szart, könyörgöm.
Minőségi ruszki ásó. A gyerünk fiúk, futi, 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 futi! Jönnek! Jönnek a vakondokok! Jó, kiváló munka. Jó, hát majd hívunk egy szerelőt. Most ilyenkor kimehetek? Már ilyenkor előről kell kezdeni? A szétszedést? Mindjárt letelik a nap, most azt megvárom. Az egyik ötökből csinálnék egy úriember. Aha, de itt lett gombánk. Nagyon jó, szedjétek a gombát. Wikipedia szerint van Switchre. Az igazság meg az, hogy nincs Switchre. Aha. Érdekes, nem tudom. Jó, gyertek fiúk. Most már szétszedjük ezt a szart. Mindjárt kiderül, hogy nem is lehet ásóval szétszedni. Azt nem tudom, hogy nappal is jönnek-e a szörnyek, vagy csak és kizárólag éjszaka. Mert ugye ott fönt azt látjuk, hogy most nappal van. Amiket 3 napig kell ütni itt a... Azaz. Na most, hogyha így felépítek egy izét, akkor kiírtjuk innen a legyeket? Remélem. Azt nézem, hogy a fénytől félnek. Igen, de a fénytől is közel merészkednek, csak hogyha így rájuk világítok, akkor kevésbé tempósan jönnek. Jaj, meg fog jelenni... Bocsánat, tehát meg fog jelenni a játék Switchre, csak még nem jelent meg. Na, elmentek a legyek. Nagyon jó. Gyorsan gomba. Nem tudom, hány kaján van. Nincs ilyen inventory, vagy ilyesmi? Ez most már biztos elég új rekrútokra. Jó. Fiúk, tartsátok itt a terepet. Sőt, ezt... Hare, hare. Hase, hase. Azaz. Azaz, azaz, azaz. Lajos, kéne még nekem ember. Azaz, menjél. Itt egy csávón van ezen az oldalon? Azt hiszem. Mindegy, most van hár. Aha. Jó, hát itt nyomjad. Tedd a dolgod. Na-na-na-na-na-na-na. Rájuk világítok és lövöd a shotit áramszünetkor, nem lennék melletted. De az, hogy rávilágít, azt nem tartotta őket távol, csak úgy lassabban jöttek. Jó. Limit increased. Igen, most már, tehát ugye, hogy építjük a házakat, egyre többen lehetünk, ami tök jó, csak... A bazd meg, jön a köd. Mindjárt este van. Igen, gyerünk fiúk, a bal oldalon segítség kell. Te maradj itt. Aha, ott az... Szegény fiam, aha. Jövök, nem kell mondani, jövök. Aha, jobb oldalon is jönnek, fasza. Király az élet. Lifold, nyugi! Itt vagyok! Nem! Nem! Nem megyünk vissza! Hova futottál, Sanyi? Sanyi! Gyere már, bassz meg! Gyerünk, azt meg kell építeni, fiúk! Nincs kifogás, közben mennem kell a másik oldalra, Vladislavhoz. Tehát remélem nem jönnek be bal oldalt. Vladi, mi a helyzet? Széjjel verted őket? Király vagy. Aha, csak ezt itt meg kéne javítani. Hát ez gond, Vladikám. Jó.
Igyelj, gyere velem, ne szarjál be. Nem kell félni. Biztos nem jönnek többet. Ezt gyorsan építsed össze. Majd én megvédelek, amíg itt építkezel, ne féljél. De értitek, a főnök az Istenért nem ragadna egy kalapácsot vagy valamit. Kutusov, 2 éves a Fire Emblem. Hát már itt lenne az ideje az újnak, látod. Köszönöm szépen. Jó, jöttek új emberek. Akkor figyelj, téged itt hagylak, megoldott. Ügyes gyerek vagy, én tudom. Jó. 10. nap. Nagyon jó. Profik vagyunk. Megint egy embert hoztál? Isten áldjon meg. Na figyelj, te ilyen szerelős leszel. Úgy. Gyere, te a jobb oldalon fogsz szerelni. Igen, csak az, hogyha egy szerelőst, meg egy lootert hagyok, akkor lassabban fogok lootolni. Ezt itt meg kéne javítani. De figyeled, hogy mit... Gyere már ide! Ezt javítsd meg! Na, csinálja. Jó. Passza. Loot. Hát így lassabban lootolunk. A házak azok egyelőre nem fontosak, úgy érzem, mert... Folyamatosan visszafejlődünk. Mert szarul menedzselem a dolgaimat. Na most nagyon gyorsan felszedjük a kaját, és rendelek még embert. Gyere csak, ezt is felszedjük. Ne törődjél, hogy itt vannak ilyen űr legyek, meg ilyenek, azzal ne is törődj. Vladislav. Vladislav névről mindig az a vicces vámpíros film jut eszembe, aminek nem jut eszembe a neve, de aki nem ismeri, az nézze meg. Majd a cseten megmondják, hogy mi a címe, úgyis. Akad, írja Nagy Máté. Megnézzük, hogy Máté igazat mond, de ha nem, akkor 3 utcányival odébb rugdossuk. Egyébként nem akad, és csak vicceltem természetesen, de köszönjük szépen a betekintést a technika világába, Máté, köszi! Hétköznapi vámpírok, igen, de aki magyarul nézi meg, az saját magával csesz ki, úgyhogy nem magyarul nézzétek meg. What we do in the shadows, közben rájöttem, hogy az a címe. Angolul nézzétek. Akkor is, hogyha magyarul szoktatok filmet nézni. Azt angolul kell nézni. What we do in the shadows. Tessék megnézni. Kurva vicces. Haré, haré! Haré! Ja, lehet, hogy Atemire gondolt, hogy Atemi lakad. Az lehet. Lehet, hogy nem kéne a híles bödönre költeni, és akkor... Több kajám lenne embereket rendelni. Kiváló munka, fiúk. Kiváló munka. Nem tudod kilútolni a csontvázad? Na mi van a csontvázba? Jön a köd. Az a baj. Nem, csak ők tudnak verekedni. Jó, marad. De jön a köd. Most, ha beteríti őket a köd, akkor mi van? A másik oldalt nincs ember, nem? Left. Left, 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 left. Jó, szervizelni kéne. Itt hagyjalak titeket? Mert jönnek jobb oldalt is, de azt nem írta ki a játék. Azzeg. Ó, te! Nehéz az a játék. Mondjuk nyilván így elsőre az ember, mikor még nem tudja, hogy mit csinál. Na, itt nincs senki? Már nincs fal, de hát valamiben meghaltak. Építsed, Jaroslav! De közben bal oldalon is jönnek. Jaroslav, itt hagylak, jó? Csináld a dolgod.
Nem lehet, megoldották baloldalt. Jó, fasza vagy. Fasza vagy, Jari. Hát, akkor rakjuk össze ezt is. Ja, nincs loot. Hát az honnan szedjek neked lootot, Hase? Ó, jaj. Na most már az építőanyag is kifogyott. Viszont jött ember, és mindjárt nappal van. Jó, gyere. Cső. Ragadjál lapátot. Annak álljál is neki. Ezt az, ez az este egész kíméletes volt hozzánk. Mi a helyzet itt, srácok? D11. Azt én ott nem merem szétszedni. Gyere te is. Bár nem, egy izét itt hagyhatunk. Ott Stanislav tartja a frontot. Kutatni is kéne egy emberrel, az a baj, mi? Jó, egy kaját kell szerezni gyorsan, gyertek fiúk, tempósan, tempósan. Még embert kell rendelni. Azt a falat építsétek meg. Igen, elég nagy füst van a bal oldalon, ott ilyen hotboxolnak a fiú. Jó, azt is szedjétek le. Hase. Jó, te itt fogsz, Jaroslav, ez lesz a te posztod. Kérlek szépen, alássam. Nagyon jó munka, fiúk, nagyon jó munka. Egyik ördög itt marad Jarival. Házat nem építünk. Elvileg van pénzem még rekrútolni. De mit csinálsz így? Gyere már dolgozni, normális vagy? Te tudsz kutatni? Nem, ahhoz agyasnak kell legyél. Akkor te most beállhatsz oda. Azaz. A generátorral van valami mechanika, amit nem csinálok, srácok? Mert szerintem van valami kutatás, már mint hogy most beküldtem egy embert kutatni végre. A Putes podcastben mondtad, hogy áttértél a Final Fantasy világba? Ilyet biztos, hogy nem mondtam. Rasszi, de... Vagy ha igen, akkor nem erre gondoltam. Minden esetre én a hétvégén kezdtem el a Final Fantasy-t játszani, úgyhogy egyelőre még nem tudok róla nyilatkozni. Márhogy az online-t. Tehát az Aputes podcastben ilyet biztos, hogy nem mondtam, vagy ha igen, akkor nem úgy gondoltam. Max azt, hogy szeretem a Final Fantasy játékokat. Vagy elkezdtem nézni. Minden esetre a hétvégén elkezdtem Final Fantasy-zni, igen. Neszáj, most kezdtem el streamelni Twitch-en, szerinted melyik a legalkalmasabb webcam? Nem a webcam a lényeg, hanem hogy szerez egy normális mikrofont, az fontosabb, hogy jól halljanak az emberek, mint hogy lássanak. Egyébként meg mindegyik webkamera szar. Majd most jön az Elgatónak egy új webkamerája. Elvileg, majd az hátha kevésbé lesz szar. Olvastam Máté, semmi gond. Jó? Azaz, közben jobb oldalt is jönnek. Most itt hagyjam ezeket? Jó, itt hagyom, átmegyek a másik oldalra. Igen, igen, ott egy fal elpusztult, az belefér. Az beleférhet. Jövök már, jövök, bal oldalon is elpusztult egy fal, nagyon király. Nagyon örülök. Jó, ezt itt megoldottátok? Akkor jó, hogy átjöttem ide. Nem bízok eléggé az embereimbe. Én vovozok és Final Fantasy-zek is, nem értem, miért gondolják az emberek, hogy választani kell. Hát nem sok embernek van ideje két MMORPG-t nyomni egyszerre, azért lássuk be.
Jó fasza, most ide-oda rohangálok és mindenhol megoldották, közben jött még egy új ember. Jó, gyere, ásós leszel. Ezt ás ki gyorsan. Többiek. Mi a helyzet? Megoldottátok ügyesen? Na akkor gyerünk, pusholni kell. Vissza kell építeni a falat. Nem kell félni, nem fog fájni. Hana, Hana. Mindjárt visszanőnek a gombák. Igen, hogyha az a brutális wave nincs, akkor amúgy teljesen jók vagyunk. Ajaj. Haló? Ott kinőtt valami csá... Ott kéne már tartanom? Valószínűleg. Technology research, you can now build more durable walls. Na! Most már jobb falakat tudunk építeni. Ez király, várjatok, itt hozok még egy úriembert magammal. És akkor föl kéne fejleszteni a falakat. Azaz, hello, szia! Jó, ezt Johnny-t küldjük új emberért. Na, progress van, progress van. Progresszerű, cség. Kérdőjel. Na, egészen elkezdtünk haladgatni. Hara. Ja, és ezt csak az engineer tudja fejleszteni, aha. Mármint a szerelős fiatalember. Nem tudom, miért hívom engineernek, de mindegy. Biztos vannak ilyen bosszok a játékban, tudjátok, amikor megint egy ilyen nagy vév jön egyébként, igen. Azaz. Nézzük, nézzük, jó vagy. Egy embert itt hagyok. Gyere, gyere. Szedd a lábad. Egész jó ez az ide-oda rohangálás egyébként. Megvan a bája, hogy így ki kell balanszolnod, hogy jobbra mész, balra mész. Igen, tudom, hogy építenünk kéne, fiúk. Nincs nagyon nyersanyagunk. Meg izé van. Ezt ott ki kéne lootolni, mielőtt ott kikelnek a tojások. Ezek ott kikelnek maguktól, vagy tovább mehetek? Ezen az oldalon kéne még loot. Aha. Kellene még két izét. Tovább mehetek? Vagy... Aha, azt... Jolo? Azt ki kéne gyorsan lootolni. Föl tudjuk fejleszteni a falat. Azaz, azaz, jók vagytok, legjobbak vagytok, ha vidisek lennétek, feliratkoznék. Jó, nagyon jó. Gyorsan azt is. Szedd a gombát. Szedd a gombát! Ja, este van. Jó. Jó, 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 gyerünk, 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 gyerünk. Föl kell fejleszteni a falat. Jó, ne féljél, ne nyöszörögjél. Fejlesztés. Hű, de megijedtem a kocsitól, bazzeg. Jó, várjál, te is itt maradsz. Úgy, nagyon jó. Most annyira jók vagyunk, sem, most nagyon elkaptuk a fonalat. Jó, még egy önkéntes. Aha, közben ott bal oldalon igencsak villogott a történet. Igen, gyerünk. Mindenhol jönnek, ez az én kondom. Hány fal pusztult el, és az embereim is mind meghaltak? Hát bazzeg! Ó, az anyád! Úristen itt! De mi mind meghaltak az embereim is? Hát itt voltak ketten! Hát pont a fejlesztett fallal küzdöttünk! Az Isten verjen meg! A másik oldal meg elfogyott a fal! Aha, jó kijelentés volt. Ne szállj! Igen, itt az halál, halálok halálával. Kész, generátor off.
Until we die. Until we die. Hát 12 napot sikerült túlélni. Hát na. They survive, survive a 16. Aha, és hogyha túlélünk 16 napig. Aha, így folyamatosan kapunk új szobát. Ha. És akkor így egyből újra kezdődik a dolog. Ja, és akkor lehet skippelni a tutoriált. Ah! Tehát akkor ilyen roguelite dolog is van benne kicsit. Érdekes. Na jó. Na jó. Akkor így. Srácok, ma ennyi volt, így a hétfői bemelegítő. Tudom, hogy nagyon rövid volt ez a bemutató, de még itt intézkednem kell dolgokat, úgyhogy azért csaptuk ilyen rövidre a dolgot, de hát ne csüggedjetek, mert jövünk délután Dying Light-ozni, úgyhogy a szörnyek elleni küzdelemből nem lesz hiány, de szerintem ez az egy kör azért jó volt arra, hogy ezt a játékot így megnézzük. Mondom, kifejezetten olcsó, így 14 euróért. Szerintem nem rossz. Van benne potenciál. Azt nem mondom, hogy így nagyon megfogott a játék, hogy király, de szerintem nem rossz. Még egy kicsit azért a helyetekben megnéznék egy review-t róla, vagy egy gameplay-t, tudjátok, így későbbi fázisból, hogy mennyit lehet fejleszteni, meg mennyire fejlődnek a karakterek, hogyha tetszik nektek, akkor én azért megnéznék egy kicsit későbbi gameplay-t, hogy hova jut a játék, és szerintem ez így egy teljesen kellemes indítás volt így délelőtre. Srácok! Közben itt le is maradtam Kuroma Hocsukájnak a 4 hónapjáról, de köszönöm mindenkinek a támogatást meg a megtisztelő figyelmeteket így hétfőre. Remélem mindenkinek így beindult a szervezete a tegnapi meccsnézés után, vagy csak simán a hétfőnek köszönhető lassúság által, vagy annak ellenére. Jövök vissza 2:30-kor és nyomjuk a Dying Light-ot ezerrel, úgyhogy várlak titeket akkor is. Most pedig megköszönöm a figyelmet és megyek unalmas dolgokat csinálni, amik szükségesek az élethez. Például adót fizetni. Az általak fontos, úgyhogy megcsinálom. Srácok, szép délelőttöt, jó étvet az ebédhez. 2:30-kor találkozunk. Na szevasztok! Pappá!